Kegyelem drága volt, mert nem mentett fel a cselekvés alól, hanem végtelenül kiélezte a követésre való felszólítást. És a reformáció történetének győztese mégsem Luther felismerése a tiszta, drága kegyelemről, hanem az ember ébervallási ösztöne, amely megtalálja azt a helyet, ahol a legolcsóbban lehet hozzájutni a kegyelemhez. Hollók módjára gyűlünk össze az olcsó kegyelem hullája körül, s abból kerül belénk a méreg, amelytől annyira elhalt közöttünk Jézus követése. Az olcsó kegyelem nem megnyitotta, hanem bezárt előttünk az utat Krisztushoz. Nem a követésre hívott, hanem megkeményített minket az engedetlenségben. A világban lévő bűnös megigazulásából a bűn és a világ igazolása lett. A drága kegyelemből a követés nélküli olcsó kegyelem lett. Jézus követése alól mentesít az olcsó kegyelem, amely legáldázabb ellensége a követésnek. Hollók módjára gyűlünk össze az olcsó kegyelem hullája körül, s abból kerül belénk a méreg, amelytől annyira elhalt közöttünk Jézus követése. Az olcsó kegyelem nem megnyitotta, hanem bezárt előttünk az utat Krisztushoz. Nem a követésre hívott, hanem megkeményített minket az engedetlenségben. A Bárány vérével legyőzték a halált. Dicsérjetek Istenünket! Ti összes szolgái, és akik félve tisztelitek őt, kicsinyek és nagyok. Áldjátok az Urat mindnyájan ti az Úr szolgái, akik éjjelente az Úrházában álltok. Tárjátok ki kezeiteket a szentély felé, és áldjátok az Urat.
Korai és késői esőt hullat néptek az első hónapban, és megtelnek a csűrök gabonával, és bőven öntik a sajtók a mustot és az olajat. És lészen ezután, hogy kiöntöm lelkemet minden testre, és profétálnak a ti fiaitok és leányitok, vénneitek álmot álmodnak, ifjaitok pedig látomásokat látnak. Oh.
nagyon a áldás békesség, szeretném a templomot felépíteni. Hajdoni Fekete Júlia vagyok. Többet szeretnénk várni, mindenki. Áldás békesség, mindörökké.